Ha nem halok bele estéről estére, akkor a színészet csak egy mindenki által megtanulható valami. Ez az idézet mai vendégünktől származik, aki nemrégiben ünnepelte 50. születésnapját, és aki vallja, hogy néha nem árt, ha megtanuljuk felülről és kicsit kívülről is látni önmagunkat. Lássuk, hogy kivel várjuk ma önöket az Ez itt a kérdés portréban. Őze Áron, Jászai Maridéja színművész, rendező, színházigazgató. Tudja, Pelikán elvtárs, egyszer majd kérni fogunk magától valamit. Édesapja a legendás színművész Őze Lajos volt. Már az általános iskolában is tagja volt a színjátszókörnek, később az újpesti Kozma Lajos faipari szakközépiskolában érettségizett. Itt szerezte első szakmáját, melyet hobbiként máig is művel. Elsőre fölvették a Színház és Filmművészeti Főiskolára, ahol 1993-ban végzett Iglódi István tanítványaként. 1992-től tagja volt a Nemzeti Színháznak, majd 1998-tól 3 évig szabad foglalkozású művészként dolgozott. Korábbi társulatához, ami névváltozását követően Pesti Magyar Színház lett, 2000-től tért vissza. 2005 óta az OZD kuratóriumának tagja. Színészi munkája mellett rendez is, továbbá 2002-től a Pesti Magyar Színi Akadémia osztályvezető, színészmesterség és művészi beszédtanára volt. Míg népem a hazáért hős harcra elsiet. 2010-től 5 éven át a Pesti Magyar Színház igazgatója volt. 2014. augusztusában még a színház igazgatójaként alapította meg a Csukás István díjat. 2016-ban felkérésre megpályázta és elnyerte a Dunai Városi Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatói posztját. Színházi szerepei mellett számos tévé és játékfilmben szerepelt. És a fegyver úgy magától első. Köszönjük Őze Áronnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. A műsor elején úgy kezdtük, hogy ha nem halok bele estéről estére, és aztán az idézet úgy folytatódik, hogy én a saját életemmel játszom, azt kell kiteríteni, abba kell belehalni. Ezt a szemléletet az édesapjától, vagy úgy is mondhatjuk, hogy az ő generációjától hozta, hiszen később az édesapja generációjával is állt egy színpadon, vagy ez olyan dolog, amivel egyszerűen született? Nem, hát ez... Ilyen szempontból a színészi munka mély lélektana, és azt próbáltam itt pedzegetni. Ez nem feltétlen jelenti azt, hogy az életben is bele kell halni, vagy az életből ki kell halni azért, mert van egy hivatásunk és egy mesterségünk. Tehát ilyen párhuzamokat én soha nem vontam, sőt, én azt gondolom, hogy más utat járok, mint amit járt Őze Lajos. Nagyon tisztelem és becsülöm, és nagyon hiányzik sokféle értelemben, de nekem az utam más. Mindig azt mondtam, hogy én Áron vagyok, ő pedig Lajos. Igen, egyébként ez nagyon érdekes, hogy kevés olyan művész van, akiről az látszik, hogy valahogy ennyire természetesen tudja kezelni azt az örökséget, amit kapott. Szerintem ön, nekem az a benyomásom, hogy azok közé tartozik, akik tudják. Remélem. Ez csak ugye a mindennapi gyakorlatban derül ki, tehát erre nem lehet előre fölkészülni. Azt tudom, hogy amikor én elvégeztem a faiparit, és édesanyám elé álltam azzal, hogy én megpróbálom a főiskolát, akkor még főiskola volt, akkor ő, hát először is azt mondta, hogy először is tessék leérettségizni, tehát egy ilyen teljesen praktikus választ kaptam tőle, és aztán pedig a főiskolával, vagy ezzel a hivatással kapcsolatban annyit azért megkérdezett, hogy nem gondolnék-e névváltoztatásra, és én magamból kikelve nem is értettem, miről beszél, de úgy reagáltam, hogy eszembe se jutott. Akkor szerintem ő is érezte, hogy itt hát erre nincs szükség, vagy ez most teljesen felesleges. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy akár pozitív, akár negatív értelemben, de egy ilyen vezetéknél viselése az mindenképpen nehéz. Negatív értelemben azért, mert megítélik az embert, és talán sokkal többet várnak el, meg hasonlítgatják. Ez mondjuk természetes, meg törvényszerű. Pozitív értelemben pedig ugyanolyan nehéz, mint negatív értelemben, mert akkor esetleg, ha többet megengednek neki, vagy elnézőbbek, éppenséggel kollégák, meg a mi kutyáink ölyke, meg az egyebek, meg nem tudom, micsoda, az ugyanolyan hosszú távon hátrányokat teremt az önjárás és a saját útjárás kapcsán, mint a másik része. Talán egy kicsit a titka az, hogy én ezzel sosem foglalkoztam sokat.
Tehát szakmai közegben is, már a főiskolán, de már faipariban, meg egy neveltetés, mi nem voltunk színész gyerekek, azért mondom most már, hogy mi, mert van egy bátyám, Őze Gábor, operatőr, és mi ugyanúgy, igen, operatőr, és mi ugyanúgy nőttünk föl, mint bárki más, tehát hogy nem volt ez az öltözősdi, meg hogy mi nem tudom. Tehát nem volt a kulisszák édes illata? Nem, az nem volt, tehát nem, nekünk a színház ugyanolyan csoda volt, mint mindenki másnak. Emlékszem, egy-kétszer jutottunk be apu öltözőjébe, és akkor az előzőleg a színpadon látott jelmezt úgy néztem, mint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen feszületet szinte, és akkor az egy csoda volt, hogy ott lóg az a jelmez, amit nem olyan rég még a színpadon láttam. És ennek a, hát a színház csodája is megmaradt, meg nem lettünk ilyen értelemben, ilyen Mike Rain fejűek, hogy mi művészgyerekek vagyunk, és tehát, hogy valószínűleg ez egy olyan alap. Megmaradt egyfajta racionalitás és egyfajta két lábbal a földön lesz. Igen. És ez köszönhető édesanyánknak, és köszönhető nagymamáinknak, akár az Őze, akár az édesanyai nagymamánknak, ők neveltek föl minket, mert apu jelenléte az eléggé, hogy mondjam, hektikus volt. Annyiban még azért maradjunk egy picit az édesapjánál, hogy tavaly, amikor 49 éves volt, akkor nyilatkozta, hogy azért ez az évszám, a 49 azért hát vágjam el be, mert édesapja is ennyi idős volt, amikor ő viszont sajnos eltávozott, és hogy ez egy sorsfordító időszak önnek. Azon túl, hogy ez a felismerés érte, miért sorsfordító ez az időszak, és tart-e ez a sorsfordulás azóta is, az elmúlt egy évben? Hát igen, pont a bátyámmal beszélgettem, aki egy év és egy nyárral idősebb, mint én, és úgy megegyeztünk ebben, hogy ez a 49-es esztendő, ez mind a kettőnknek nehéz volt, pont emiatt. És azt is most az én betöltött 50-emmel már megállapítottuk, hogy ő is, meg én is túléltük aput. Azért ez egy olyan, hogy mondjam, súlyos gondolat, ami elég sok fájdalmat hordoz bizonyos szempontból, és megteremti ezt a felelősséget. Én is két fiút nevelek, a bátyám is négy gyermeket nevel, illetve közülük már ketten felnőttek, de azért ott is ott a felelősség, hogy akkor ezzel a felelősséggel hogyan tovább, meg el kéne még jutni egy jó ideig. Egy jó ideig nem kéne azt a hiányt megteremteni, mint a bátyám is, meg én is megéltünk az apu hiányával. És akkor ezek úgy elgondolkodtatják az embert, meg úgy elgondolkodik, meg úgy egy kicsit összegez, meg elkezd átértékelni történeteket, dolgokat. De tehát a munkájával, a hivatásával a kapcsolatban is, hogy kell ennyire hajtani, és ilyen tempóban, meg sok minden úgy átrendeződik. Volt egy szerepe, Morzeoló Péter szerepe, aminek volt egy fantasztikus mondata, az volt a mondat, hogy átértékelem a filozófiákat. És most így a 49-es évvel is, meg így ebben a 50-ben, de különben ez soha nem nagyon érdekel, tehát hogy én nem nagyon vagyok számolgatós ember, mindig kettes volt a matematikából, és nem számok szerint élem az életemet, tehát igen, ez az 50, de nem viselt meg annyira maga ez a szám. És jutott valamire csak, mert hogy átértékelem a filozófiáimat, túl azon, hogy nem kéne megteremteni azt a bizonyos hiányt, amit önnek át kellett élnie? Jutottam. Sok olyan 49, 50, 2020, 2021, 2019, olyan váltásokat élünk szerintem így a világban, amiben rá kell jöjjünk, hogy egyetlen egy origó létezik szerintem az ember életében, ami mindenre alkalmas, túlélésre is egyébként, összefogásra is, és egy csomó nehézségen át segít minket, az a család. Tehát ez és egy igazán összetartó élet és létközösség. Mert családnak tartok én egy nőt, meg egy férfit is éppenséggel, tehát hogy ugye most például tavasszal egy teljes megállásban, de most is azért itt kering körülöttünk ez az egész víruscucc. Ez is szerintem arra kell, hogy rávezessen minket, hogy akár egzisztenciális szempontból, de egészség szempontjából is, hogy egyszerűen csak ezek az erős belső szövetségek, hogy mondjam, alkalmasak arra, hogy túl legyünk egy csomó mindenen. Minden más az
én azt gondolom, hogy mellékes, és minden más meg is oldható. Egészség legyen, és család legyen, és munka legyen. Nagyon sok mindent felvetett, amiről még beszélgetünk, de most egy picit megállunk, mert most egy olyan színművésszel folytatjuk, aki a Nemzeti Színházban, majd a Pesti Magyar Színházban is végig kísérte Őze Áron pályafutásának állomásait. A Kossuth Díjas Moore Marianna következik. Nem emlékszem az Áronra a színházból, mint kisgyerekre, de a nővérem és az Áron édesanyja kolléganők voltak pedagógusok eredetileg. Nővéremből festőművész lett, Áron édesanyja is más pályára ment. Tehát, hogy én onnan ismerem Áront, mint kisgyereket, és az volt a döbbenetes, hogy egyik késő délután elszaladtunk hozzájuk, és ott volt a két gyerek, Áron és a bátyja, Áron olyan 3 éves lehetett, és kijött egy édes kis gyerek, és megszólalt ilyen bölömbik a hangon. És az olyan, egy szőke angyal egy mély férfi hangon beszélt, ez valami olyan diszonáns volt nekem, és olyan mulatságos, hogy mindig megmaradt bennem. Amíg bent voltam, őt is kirúgták. Hogy mennyire meghatározó valami lehet Őze Lajos Áron életében, ezt így nem tudom, mert színészileg egészen más alkat is, meg játékstílusa is más, mint a Lajosé. De hát nyilván sokat örökölt, és hát önmagát is fejlesztette. Látom, rendben vagytok. Én nagyon kedvelem Áront, nagyon jó kollega, egy kedves ember, szimpatikus, okos, művelt fiú. Jó volt vele dolgozni, igazgatóm is volt egy darabig. Milyen volt látni Moore Mariannát? Jó, nagyon rég találkoztunk. Nagyon felnevetett, amikor meghallotta, hogy ő lesz. Nagyon rég találkoztunk, és megtisztelő, hogy nyilatkozott meg, hogy ilyeneket mondott. Hát Mariskával mi nagyon sokat valóban partnerként is dolgoztunk a Szépen patikájában például, tehát ott 3 felvonáson keresztül közvetlen partnerem volt, és mindig ott van a huncutság a szemében. De egy picit ugorjunk még vissza a múltba, szóval, hogy hogyan jutott el a színpadra. A faiparit emlegette, hogy faipari szakközépiskolába került, de azért előtte még az általános iskolában érdemes megemlíteni egy nagymamájának és Molière-nek köszönhető pofont. Tehát tulajdonképpen úgy is mondhatjuk, hogy Molière-től kapott pofont. Az volt az a pont, ahol azért egy picit eldőlt az, hogy mit fog csinálni? Igen, tehát én azért mindig ezt mondom leegyszerűsítve persze, hogy a színház és a színházzal való foglalatoskodás akár a színpadon, akár a nézőtéren, a nézők részéről két nagy szerepről szól, a nőről meg a férfiról. Ha a hormonok nem röpködnek a levegőben, egy munkafolyamat közben, de egy előadás alatt is, akkor nem érez egész semmit. Na most ezt a hormonröpködést, ezt ilyen szempontból én igen, azt hiszem 6. koromban tapasztaltam meg, akkor a bátyámik végeztek, és akkor egy Kényeskedők című Molière darabban szerepelhettem az ő osztályukkal, egyébként azért is, mert gyönyörű csajok jártak abban az osztályba, és úgy átmentem a próbákra érdeklődni, és egy szolgaszerep hiányzott, és akkor a öcsikét beállították, hogy akkor álljon már be. Na most akkor volt 3 mondatom, de nagyon büszkén vettem részt ebben a munkában, és a bátyámtól kaptam ezt a pofont. Na most ez egy nagy pofon volt, mert ebben benne volt az összes testvéri hozott anyag, ami addig történt kettőnk között, viszont hirtelen egy egész iskola sajnált. És a gyönyörű szép lányok is sajnáltak, és ez egy jó érzés volt, tehát hogy ezt a pofont én benyeltem, és utána túl is éltem nyilvánvalóan, tehát hogy valahol igen, ez a fajta exhibicionizmus emiatt vagyunk mi végül is színpadon, tehát hogy nem az, hogy felnézzenek ránk, de az is, tehát hogy aki de nincs ilyen szempontból egy magamutogatás jó értelemben, és utána nem aratja le ennek a sikerét, az szerintem nem is menje, tehát ez ne is menje a színpadra. Így indult. Itt utána pedig jött a faipari szakközépiskola, ahova viszont bement, és az volt nagyjából az első kérdése, hogy van-e itt színjátszókör, és akkor az volt a válasz, hogy nincs, akkor ön meg azt mondta, akkor hogy legyen. Lesz. Most ebből nekem igazából az a lelkialkat érdekes, aki azt mondja, hogy akkor legyen.
Hogy ez így működik, hogy elgondol valamit, és akkor legyen, és akkor azt így végig viszi? Így mindig így volt az életemben egyébként. Tehát egy-egy gondolat, egy-egy jó ötlet kipattan, és akkor először ugye jön egy rémület, hogy úristen, de hát ezt, ha eddig nem csinálta meg senki, biztos nem is lehet, vagy nem tudom, tehát hogy, és utána rájövök, hogy ilyen értelemben bátornak kell lenni, de maga az ötlet sokkal erősebb annál, vagy egy gondolat, hogy elgyávuljak, és akkor egyszer csak belecsapok a lecsóba, és akkor, ha már felvettem a szárat, akkor tűzön vizen keresztül ezt szeretek végigcsinálni mindent. Igen, hát megdöbbent az iskola nyilvánvalóan, de ehhez képest egy hónap múlva egy kiürített osztályt kaptunk, egy hónap múlva van az osztályban pódiumunk volt, egy hónap múlva miénk volt az összes iskolai ünnepség. Tehát az összes, az október 6-ától kezdve a 23-áig, a március 15 minden. Egy idilli szabadságnak játékot játszottunk, persze, egy faipariban. És évente csináltunk egy darabot, és nagy diákszínjátszó élet volt, ez volt a Kozmás színjátszókör, és mondjuk az egész iskolában járt három lány, úgyhogy lasszóval kellett a lányokat befűzni, hogy jöjjenek szerepelni, mert mi 43-an végeztünk fiúk, de ez nagyon-nagyon boldog 4 éve volt az életemnek, ez a Kozma Lajos faipari szakközépiskola. De hogy ez a szabadság, ez benne volt a... Mert hogy annyira idillinek tűnik ez a színház csinálás. Benne. Ez azért is szabadság, mert még a tudatlanság bátorságával csináltuk azt, amit csinálnunk kellett. És szerintem ennek van egy bája, és én ezt egyébként nagyon fontosnak tartom. Úgy mondta, hogy a profi világban is átemeljük ezt a fajta lelkesedést, vagy ezt a fajta hitet, vagy ezt a fajta szeretetet. Aztán már persze el kell kezdeni megtanulni, hogy is van ez, meg vannak megtanulandó dolgok, meg kötelező megtanulandó történetek. De akkor még, amikor mi szögeltük a díszletet, a jelmezeket mi vartuk, én emlékszem úszósapkából csináltam parókát, meg mindenféle bátorságokat elkövettünk, és nagyon jól működött, és nagyon erősen ugyanakkor. Hát emlékszem rá, hogy az aulában csináltak egy iskolai ünnepséget, és ilyen szaggatott vörös zászlókat tettünk ki, és akkor jött a műhelyfőnök, hogy Áronkám, igen tanár úr, ez egy kicsit sok. Úgyhogy abból a 30 szag, ez 89 előtt volt, de már akkor már nagyon afelé haladtunk, és akkor abból a 30-ból levettünk 10-et, és maradt 20. Ebből a millióból aztán ugye jött a főiskola, ahová elsőre felvették, és onnan pedig aztán a Hevesi Sándor téri Nemzeti Színház. Egy olyan környezet, amiben tényleg a legnagyobbakkal állhatott egy színpadra, szóval most nem sorolom a neveket, de Tolnai Klári, Sinkovics. Milyen volt ez az élmény, ez a millió, ez a környezet? Hogyan hatott önre? Nagyon inspiráló volt. Én ilyen szempontból konzervatív vagyok, vagy szeretem a hagyományokat, vagy szeretem azokat végigjárni. Tehát én nagyon örültem, hogy én az akkori Nemzeti Színházba kerülhettem, és azonnal ilyen kollégák kezdhettek el tanítani. Mert az egyetem vagy a főiskola, én időben még főiskola, most már egyetem elvégzése az semmi más, mint útlevél arra, hogy megtanuljuk a szakmát. De igazán a színpadon lehet. Igazán a színpad. Ugyanaz, mint a jogosítvány. Tehát, hogy részesültünk egyfajta képzésbe, de ott fönt a deszkán nap, mint nap a gyakorlatban derül ki minden, illetve ott el lehet kezdeni megtanulni a szakmát. Úgyhogy én ilyen mesterek és ilyen bölények mellett kezdhetszem ezzel, ez nagy ajándék az életemnek. Mondhatom, hogy a generáció nem csináltunk ilyen összehasonlítást nyilvánvalóan, de talán ott az élvonalban lennék, aki a legtöbb elképesztő nagynevű és nagy kollégával dolgozhattam együtt. Innen is született meg a mesterem, Iglódi István után, a Mersáros Laci bácsi, aki az élete utolsó másfél évében tanítványává fogadott, és elkísérhettem ezt az időszakát. Úgyhogy ez szerintem halatlanul fontos, és nagyon lényeges. Elképesztő mennyi mindent tanultunk tőlük, ők neveltek föl minket. És pont egyébként ezért is kellett aztán 7 év után elmennem a Nemzetiből. Egyébként, hogyha ugrunk egy nagyot az időben, a Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínházban fiatalokkal is, sok fiatallal is együtt dolgozik. Mit tud átadni ezekből a tapasztalatokból nekik? Mennyire van erre igényük, hogy ilyen típusú tapasztalatokat kapjanak, mint amiket ön kapott akkor a nagyoktól? Hát egy munka közben, egy színházi munka közben, de akár egy vers felkészítésének munkája közben is mindent átad az ember. Tehát, hogy színházzal foglalatoskodni, az semmi más, mint magunkból dolgozni és magunkkal. Épp ugye a fizikális létünkkel és jelenlétünkkel, mint a pszichés jelenlétünkkel, idegrendszerünkkel, szívünkkel, agyunkkal és mindennel, és nyilván egy csomó tapasztalattal. Ezeket a tapasztalatokat lehet átadni.
tehetséget nyilván nem, de én azt gondolom, hogy az egy nagyon jó érzés, hogy valóban nagyon sok fiatal fordul meg a Bartók színpadán, és közös munkákban veszünk részt, hogy azonnal kialakul minden produkció mellé egy csapat. És akkor megvannak az ilyen előadású csapatok, megvannak az olyanok, és akkor az úgy egy ilyen összetartás alakul ki, és ezt a fiatalok is iszonyatosan igénylik, és azonnal meg is érzik, és ki is használják jó értelemben. Tehát, hogy jól érzik magukat köztünk, és örömmel vannak jelen. Mert ugyanakkor pedig ez a fajta hierarchia, vagy ez a fajta tapasztalat átadás, vagy ez a fajta ezt azért én sem úgy működtettem, hogy na akkor most se a nem tudom hány éve pályán lévő színész kollégához nem lehet szólni, se a rendezőhöz nem lehet szólni, se az igazgató bácsihoz nem lehet szólni, mert harapok, dehogy is. Sőt, általában ezek a tapasztalat átadások, vagy tanítások, vagy közös munkák nem hiszik el persze észrevétlenül, de mi is ugyanannyit tanulunk tőlük, mint ők mi tőlünk. Innen folytatjuk a beszélgetést, mert most megint következik valaki, akihez önnek nagyon-nagyon szoros köze van. Mesterüknek mindketten Iglódi István tartják, és mindketten az egykori Nemzeti Színházban értek valódi színésszé. Később az életüket is összekötötték, és közös gyermekük is született. Most Őzáron párja, Aux Éva színművész következik. Nagyon sok jó tulajdonsága van, azt hiszem a túlélés az egyik legjobb tulajdonsága. Egyrészt tud több felé koncentrálni, másrészt pedig nagyon ügyesen és nagyon okosan tudja beosztani az energiáját. Tehát tudja, hogy amikor nagyon, tehát sokat éget a színházban, a szakmában, akkor hazajön, és akkor feltöltődik a családdal. De nem úgy töltődik fel közben, hogy leszedi a családból az energiát, hanem egyszerűen ontja a család felé a más energiáját, amivel feltöltődik. Szóval elképesztően jó tulajdonsága neki ez a túlélésre. Szóval azt hiszem ebben az 5 évben hát nagyon sokat tanult szerintem magából is, magáról is, és egyáltalán, hogy nincsenek lehetetlen helyzetek, és nincsenek megoldhatatlan helyzetek. És amikor már senki nem hitt semmiben, sem abban, hogy a színház megmentődik, akkor én még mindig az utolsó, ki kitartott, és azt mondta, nem, csináljuk, mert meg lesz, és higgyétek el, hogy tehát nagyon kitartó ember. Szeret egyedül lenni, szeret magányosan ellenni az ő kis világában, de például csak akkor, amikor már mindenki alszik, amikor már tudja, hogy senkinek nincs rá, úgymond szüksége, és akkor veszi elő az ő kis magányos Őzáronját, és akkor el van magával is a mestereivel. Ez is egy meglepetés volt, ahogy néztem, pedig azt gondoltam, hát ha elárult önnek. Nem. Majdnem kikísért a taxiig, de nem mondta, hogy ő is jelen lesz. Minden esetre nagyon sok új szó hangzott el ismét, és ebből az egyik a túlélésé, és azt hiszem, hogy a túlélés kulcsa a nehéz döntéseknek a meghozatala is. Most a Pesti Magyar Színházra gondolok, amelynek a vezetését Iglódi Istvántól, szintén a mesterétől, főiskoláról már mesterétől vette át, és hát ott nagyon komoly döntéseket kellett meghozni ahhoz, hogy stabilizálja a színházat művészeti és anyagi szempontból is. Azt mondta, hogy akkor nagyon nehezen aludt, de megtanult aludni. Hogy emlékszik most utólag vissza erre az időszakra? Az a Pesti Magyar Színház élére kinevezett 5 évemből az első 2 év volt egy ilyen időszak, amikor vagy talán 2,5-3, az utolsó 2 évben már láttuk a munkánknak az eredményét abból a szempontból, hogy valóban nagyon, nagyon kemény helyzetben volt a színház, és nagyon, hogy esetleg egy érvényes színházat gondoljunk a Pesti Magyarról, akár koncepcióban, vagy gazdasági szempontból, úgy bizony szükség volt arra az első 2-2,5 évre, hogy nagyon sok mindent, hát csúnya szó, de lepucoljunk, vagy lepucoljak. És akkor az egy nagyon nehéz időszak volt, mert engem ez a színház nevelt föl. És akkor szemtől szembe leülni úgy emberekkel, kollégákkal, akár tárakkal, ugye, mert azért meg kell mondani őszintén, akkor már ugye 10 éve nem nemzeti volt a Pesti Magyar, vagy már akkor, tehát az a színház nem a Nemzeti Színház volt, de infrastruktúrájában, felépítményében, egy csomó mindenben úgy működött, és egy akkora mamut intézmény volt, mint a nemzeti lett volna.
És hát ezt a Pesti Magyar Színház 2010-ben már nem engedhette meg magának ezt a fajta működést, mert akkor ott pár év is biztos, hogy lakat. Úgyhogy az nagyon nehéz időszak volt. Mondták, hogy szedjek altatót, de én meg arra nem voltam hajlandó, mert előbb-utóbb rájöttem, hogy a pszichémnek meg kell tanulnia ezzel együtt működni, ezzel együtt élni, ebben túlélni, ahogy itt ugye elhangzott, és aludnom is. Aztán előbb-utóbb sikerült. Nagyon-nagyon lényeges pontja volt ennek, és lényeges pontja a kommunikáció. Uh-huh. Amitől félnek az emberek, mert szemtől szembe konfrontálódni az nem könnyű. De minden, ami vitt és cipelt, nem megoldott kérdés, vagy fájdalom, vagy sértettség, vagy bármi, az csak mérgez belülről. Ez azért érdekes, hogy ezt említi, mert természetesen színházigazgatóként és színészként is megkérdezem most arról ennek kapcsán, hogy mit gondol az SZFE körül kialakult helyzetről, erről a fajta kommunikációs térről. Pont ezt hiányolom, a kommunikációt. Tehát egy színésznek is mindig meg kell újhódnia, egy intézménynek is meg kell, egy oktatási intézménynek is mindig meg kell újhódnia, tehát, és ez kötelező. Tehát a mi szakmánkon a frissülés, a megújhódás az elementárisan lényeges, én azt gondolom. Valahol úgy fogalmazott, hogy szent felelősség. Igen, és ez alapvető. Mert különben megáll, és a saját kis farkát kergeti. Minden, tehát, hogy ez egy színészi pályára is érvényes. Az, hogy ez a megújhódás hogy történik, mondjuk egy intézmény esetén, és van-e benne kommunikáció, az viszont meg szintén elementárisan fontos, hogy legyen. Ha nincs, de hogyha egy családi közösséget veszünk, és hogyha nincs kommunikáció egy családon belül, akkor elképesztő, ha kell, még tragédiák is történhetnek, és azt úgy mindenki leképezi magában, hogy mennyi, hogy mondjam, fájdalom, sértettség és cipelt butaság, tehát hogy lényeges, tehát én ezt ami most így kialakult meg, amivé viszik ezt az egészet, és én ez nem politikai kérdés, ez egy szakmai kérdés, én azt gondolom, és szakmai szempontból kérem ki magamnak, hogy a politika bármit is csináljon ebből, jobb és baloldaliságot, ezt kikérem magamnak. Árkot és árokásás, ezt is kikérem magamnak, bármelyik oldalról beszélünk. Mert ebbe az árokba csak egy valakik eshetnek bele, és azok a diákok. És én erre azt mondom, hogy ez felháborító. Tehát pont ők. De ez csak úgy lehet megoldani, és csak úgy működhetne, és a hogyanon van a hangsúly, hogy kommunikálni, és olyan közös pontokat találni, amiben ez a megújhódás, ez a újjászületés, ez meg tud történni. Most úgy tűnik, hogy ez megrekedt, és ez végtelen fájdalmasan baj, ez a fajta kommunikáció. Tehát túl a kommunikáción, hogyan lehetne ezen a helyzeten most segíteni? Úgy, hogy el kéne kezdeni kommunikálni. Úgy, hogy ez önmagában a kuratóriumnak, a rektorhelyetteseknek, nyilván lesz majd egy rektori kinevezés is, nem hajgálni itt, hogy most kinek, mihez, hogy, ki, mi, merre, elismerjük, nem ismerjük, van joga, nincs joga, de jogosan működünk, nem jogosan működünk. El kell kezdeni szakmai embereknek az SZFE ügyében kommunikálni és közös konszenzusokat találni. El kell kezdeni valahol ezt, mert ennek így nem tudom, hogy nem akarom azt mondani, hogy nem lesz jó vége, de előbb-utóbb biztos vagyok benne, hogy ez az árok, ez ha van egyáltalán, de közben meg azt kell mondjam, hogy a színházi munkában nincs. Tehát, hogy azért is szakmai szempontból kérem ki magamnak ezt a fajta politikai megközelítést, mert közben mi végszavakat adunk egymásnak. Egy előadás, épp az előbb meséltem arról, köré kialakul egy csapat, és egy hajóban evezünk. És ez nem téma. Tehát biztos mondhatom, én megfordulok a Játékszínben, a Rózsavölgyi Szalonban, a Bartók Színházban és egy csomó színházban éve, a párom szintén egy egész más irányú színházakban megfordul. Nincs ilyen árok ilyen szempontból, hanem elmondja mindenki a véleményét, tudjuk is egymást véleményét, ha kell meggyőződni, is, vagy hovatartozását is, de aztán közösen megyünk föl a színpadra. És ott a néző nem úgy nézi az előadást, hogy ez most melyik oldali, meg egyebek, meg nem tudom micsoda, hanem jó ez alakítás, jó ez előadás, vagy nem.
Ennyi, ez ilyen végtelen egyszerű, és ez így is működik a szakmában. Tehát mi az eszeféről például társalgóban itt-ottam ott munkaközben nagyon sokat beszélünk, és kommunikálunk róla, és ez nagyon sok mindenre jó. Ajánlanám mindenkinek, hogy induljon el egy kommunikáció, és most már végre történjen meg, de nem küldözgetés, meg nem tudom micsoda, meg nem lenne, hanem hogy tényleg le kéne ülni, és tiszta lappal elkezdeni az egészet ilyen értelemben előről. Meglátjuk, hogy ez ügyben mi fog történni, innen folytatjuk mindjárt a beszélgetést, de ismét vár önre valaki. Számos közös koncert és fellépés összeszoktatta már vendégünket a Kossuth Díjas Csík zenekarral, amelynek alapítójával a kezdeti szakmai kapcsolat mára barátsága érett. Most Csík Jánossal folytatjuk. Szeretem benne, hogy a lehető legreálisabb és a leg, úgymond, bölcsebbnek tűnő megoldást választ, és azt, hogy mindenképpen a közönség. Tehát, hogy ha bármilyen megoldás, az inkább arról szól, hogy a közönség jól érezze magát, és hogy ha bármilyen névzenével, vagy valamilyen olyan zenei megoldást azok, ami megerősíti az embereket abban, ahogy én is dolgozom, hogy igenis büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk, akkor ezt nagyon jó szívvel támogatja. Számomra is fontosak azok a nemzeti értékek. És itt most a művészeteinkre is gondolok elsősorban, mert igenis olyan alkotóink vannak, alkotók voltak, akitől tanulhatunk, akiket tisztelve meg is kell őrizni magunkban, és a tudásokat továbbadnunk. Nem csak a népzenére gondolok, a gyűjtések kapcsán a régi zenészekre, hanem bizony a színművészekre, és azokat a tapasztalatokat, amiket ők át tudtak adni, azt meg kell őrizni. És én ezért is szeretem benne ezt a, úgymond, alázatot, mindig egy adott produkcióért, vagy egy feladat előtt, mert ő pontosan tudja, hogy ezt a feladatot akkor így lehet megcsinálni, és tisztelve a régiek tapasztalatait, és azt is jól felhasználni. Én ezért is lehet, hogy mi sokat dolgozunk együtt, mert ember úgymond egy húron pendülünk. Az alázatot emlegette, és annak fontosságát, Csík János, hogy a mestereinket fontos, hogy emlékezzünk rájuk, és tiszteletben tartsuk őket, és ön pedig Mensáros Lászlót említette itt az adásban. Mi az, amit tőle kapott? Hú, hogy sosincs vége a műveltségnek. Abban mindig van megszerezni való. És hát, hogy legyen az embernek stílusa, vagy érezze a stílust. Ez persze összefügg a műveltséggel. Tehát amikor Laci bácsival megérkeztünk egy Arany János est után, ahova én kísérhettem el, mint sofőr, és utána még kimentünk délután a Margit-szigetre sétálni, akkor ő felvette a barna öltönyét, mert délután barna öltönyt viselünk. Ez is fejű bottal és kalappal. Ez a másfél év Laci bácsival eltöltve, mondom, az élet különböző területein, tehát külföldre is elkísérhettem, meg ugye együtt dolgoztunk a Várszínházban, a mi kis városunkat rendezte, aminek én játszottam a főszerepét. Ez felért bőven, ha nem is 4, de legalább 8 év főiskolával például. Tehát rengeteg humor, önhumor például. Tehát Laci bácsi ebben a korszakában már olyan saját maga felé bölcs, igazi bölcs. Tehát én azt gondolom, a bölcsesség elérése az egy nagy adomány. És ez egy nagyon nehéz út, hogy valaki bölcsé váljon. Az egyik utat úgy hívják, hogy önironia és önhumor. És hát ez benne nagyon megvolt. És ez is iszonyatosan tiszteletre méltó volt, és egy perc is sem rombolta az ő nimbuszát, hogy tudta saját magát is kigúnyolni. És azzal a humorral látni a világot, ahogy látni kell. Ahogy a műsor elején is említettük, hogy egy kicsit felülről, meg kívülről látni önmagát. Picit beszéljünk arról is, amit szintén Csík János említett az interjúban, hogy mindig a közönség van a fókuszban. És hát Dunaújvárosban most a Városévadát csinált
jelentetek meg, és nagyon hosszan lehetne sorolni, hogy milyen darabokkal készültek, rengeteg bemutató lesz, de az egyik az, azt hiszem, hogy személyesen nagyon-nagyon fontos önnek, majd jövő tavasszal kerül elsor, ez pedig a Kötszurkálók. És a Kötszurkálók az egy latinovics írásból született, a Kötszurkálóból így egyes szem első szemében, ami hát az önpusztításnak, hát mondjuk úgy, hogy a bibliája kis túlzással, és azt hiszem, hogy ez a téma mindig nagyon foglalkoztatta. Igen, ezt gyerekkoromban ösztönösen éltem meg ezt a képletet, hogy így fogalmazzak, aztán most már van benne egy jó nagy adag tudatosság is, hogy szerettem volna szólni, talán összefügg valóban a 49. évvel, meg az 50-es betöltött évvel, meg egy csomó mindennel, hogy erről a jelenségről, akik azok, akik itt vannak köztünk, és egyszerűen nevezhetjük őket zseniknek, nevezhetjük őket üstökösöknek, vagy bárminek, de egy nagyon kegyetlen játékban részesítenek minket, lehozzák a csillagokat az égről, fölfoghatatlan, hogy miket művelnek és produkálnak, de közben emellett meg önmagukat kiirtják az életből. Na most ez a képlet és ez a fajta mentalitás, ez engem mindig is foglalkoztatott, és mindig. Egyrészt saját jogomon el kellett döntenem, hogy én melyik utat választom egy bizonyos szempontból, és volt egy szerep is, aminek a kapcsán ezt mélyen megélte a pszichóban, Norman Bates. Pszichóban Norman Bates szerepe volt, igen, ahol megpróbáltam elmenni a legvégsőkig. Tehát ettől függetlenül minden estébe bele kell halni, és a közönség azért jön, de utána pedig eltelik egy pár másodperc, kinél hosszabb, kinél rövidebb az öltözőben, és folytatunk el az életet, hiszen abból dolgozunk. Tehát ebből jön a rituáléja, hogy ül egy picit az öltözőben a tükör előtt? Igen. Ezt mindig úgy szoktam mondani, hogy egyszerűen, és azon a szerepen keresztül is azt tanultam meg, hogy egy csatorna fedélnyi négyzetmétert meg kell hagyni az embernek önmagának mindig, ami csak az övé, mert különben nincs talaj a lába alatt. Tehát egy-egy szerepben, egy-egy alakításban, egy-egy munkában nem szabad mindent beleoldani és föloldani, mert egyszerűen akkor nincs hova visszatalálni. De azért, ha a színpadon nem sikerül képletesen belehalni, akkor azért az kudarc? Az a kudarc? Nem feltétlen. Ki hogy fogalmazza meg ezt a belehalást? Ez nagyon sokféle, ahány Zérdekes. Ember, annyiféle belehalás van ilyen értelemben. Az biztos, hogy ezek az istenek, vagy ezek a nem tudom kik, akik itten köztünk, mondom, utánozhatatlan csodákat művelnek, és itt még sorolhatnék neveket, Balkai Gézától kezdve, a Selmeci Rokkóig, Bubik Pistától kezdve, akik Ternyákig, tehát hogy és tényleg lehetne még sorolni. Szakácsit is Sanyitól kezdve, akinek végigkísértem az egész útját, igen, és közvetlen közelről láttam ezt az elmúlást, és barátjaként vehettem benne részt. Megfordítani nem lehetett, de csak részt lehetett benne venni, és beengedett ő engem ebbe a világba. Tehát hogy egyrésztről igen, de közben ők úgy haltak ebbe bele, hogy nem volt hova vissza. Önnek ez volt hova vissza? Én nekem van hova vissza. Meg? Igen. Akkor talán kevésbé volt, de így mondhatom, így most már néhol már őszülő hajjal, 50 fölött, hogy mondhatom, hogy egy olyan erős és egy kiegyensúlyozott és egy biztos lábakon álló család van mögöttem, ahova bőven van hova vissza. De ő nekik meg nem így alakult. Különböző okai lehetnek, hogy miért nem így alakult, de nem így alakult. És innentől kezdve, hogy mondjam, lebegnek a világban, az üres térben, mint a rexgolyó pattognak egyik faltól a másikig, és akkor jönnek a különböző segédanyagok és egyebek és a minden, tehát és előbb-utóbb ez a fajta út, azt kell mondjam, hogyha nem írtja ki magát az életből, ha nem fogyasztja el saját magát, akkor gyakorlatilag önismétlésé és egy szakbarbársághoz vezethet. Mert csak az van. És ez nem igaz. Mert hangsúlyozom, amiből a színész dolgozik, és ami a színház amiről szól, az élet. Hát akkor, ha nem veszünk részt az életben, vagy nagyon beszűkült az életben való részvételünk, akkor mit viszünk fel a színpadra? Tehát, hogy ezek nagyon nagy ellentmondások, ezért régi vágyam volt ebből a vitairatból, ami a Latinovics Zoltán vitairata, készíteni egy darabot, ami ezeket a kérdéseket boncolgatja, és ez most megszületett Perczi Lenikő dramaturg segítségével, és ezt most tavasszal meg is csináljuk.
Sajnos nagyon kevés időnk van a beszélgetésből, de én a végén Őze Lajostól idéznék, akinek egyik utolsó interjújában megkérdezték, hogy mik a vágyai még, és azt mondta, hogy vágyaim, elkövetkező életem olyan legyen, mint az elmúlt, színházi munkában lehet több a végtelenségig, civil életemben maradjon, ami van. Szeretnék még 25 évig az emberekre olyan hatással lenni, mint eleddig néha sikerült. Ön mit kíván a következő 50-re? Egészséget. Egészséget, szerintem az a legfontosabb. Ha minden nap örömöket és a szépségeket, meg az, amink van, azt vegyük észre, azt vegyük észre, nagyon sokat segít, és ne természetesként fogadjuk el, csak akkor veszük észre, amikor már vagy nincs, vagy valami baj van. Legyen munka, és tényleg legyen az embernek egy biztos háttere, ami a család. Köszönöm szépen, hogy itt köszönöm. Önök az Ez itt a kérdés portrét látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n, és követhetnek minket a Facebookon, valamint a YouTube-on is. Jövő vasárnap este 7-től ugyanekkor tehát várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!